Szeretettel köszöntöm Önöket, akik még nem ismernének, magyar könyvtár szakos vagyok, tanár vagyok, és Badényi Feri bácsi tanítványa voltam 34-35 évvel a Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetemen, és Feri bácsi útmutatása alapján tanítottam, meg a tanítom azóta is a sumír nyelvet. Több kurzusom volt, mert jó lenne valakit kinevelni, aki utánam folytatja. Hát eddig nem sikerült, és remélem most a 2-3 tanfolyamon talán sikerül. Sőt, nem talán, hanem biztos vagyok benne, hogy 1-2 csoportnál. A sumír az nem egy emberes tudomány, tehát az ember megtanítja az alapokat, megtanítja a jeleket, hogy kell olvasni, és utána össze kell dugni a fejünket, és kitalálni a meglevő anyag alapján, tehát a szavak meg a jelek alapján, hogy ugyan mit is akarnak mondani. Nem betűírás, tehát ezt már hangosan mondom, és ezzel szoktak a hallgatóim velem vitatkozni, de igen, hogy van ABC, nincs ABC. Fogalomírás, és azt kell, a sok-sok fogalmat kell meghatározni, hogy melyik a sok fogalom közül a jó, mert van olyan jel, aminek 30 értelmezése van, és ha jól megnézzük, akkor mindegyik, mert van valami kapcsolat egyik a másikhoz, amit mi már nem ismerünk meg. Na most a megfejtésnél még az a fontos, hogy a magyar nyelvnek az úgynevezett finnugor alapszavai, ugye, amik nem finnugorak, hanem saját termés vagy szerkesztés, még a vízözön előttről, mert meg vagyok róla győződve, és az úgynevezett törökös szavaink, a török eredeti szavaink, azok mindegyike, legalábbis a szótagok, és a magyarban szótagokként csapódik le, önálló jelentéssel bírnak. És ez az, amit tudni kell, hogy a magyar nyelv alapszavainak a szótagjai azok önálló jelentésűek. És ennek alapján sikerült a sumír bahu és a magyar boldogasszony kapcsolatát is felfedezni. Hát kicsit meghökkentő, és lehet, hogy nem hiszik el, de mindent tudok datálni. Méghozzá egészen régről, és ha megengedik, akkor leülök. Köszönöm szépen. Madách Imrével kezdeném. Madách zseniális volt, és azt hiszem, hogy a 19. század végén a folyóiratokból hozzákerült minden, amit Mezopotámiáról a nyugati francia-angol-német tudósok megfejtettek, folyóiratokat járatott, és bizony leszűrte azt a következtetést, hogy hitünk külföldi növény, amely a magyarság regényes gyermekkorával nincs összefűzve. Ez a hitünk külföldi növény a kereszténységre gondolt, mert azt ugye ránk akasztották, méghozzá elég durván, Taksony Géza és István idejében, de nagyon sok olyan vonása van a kereszténységnek is, amely valahogyan kapcsolódott, illetve folyománya volt a régi szkíta. Hitnek. Most engedjék meg, hogy így mondjam, mert nem tudom, hogy hogyan mondták régen. Ja, így is jó. Tehát a magyarság mélyen tisztelt nagyasszonyát, a boldogasszonyt szeretném összehasonlítani Sírburlaki, vagyis Lagasz városának a védistennőjével, Bahu istennővel. Bahura ideára hivatkoznék, aki azt mondta, hogy a magyar boldogasszony és a sumír Bahu között olyan nagy és olyan sok a hasonlatosság, hogy azt véletlen nem szülhette. Erre még majd hivatkozom legalább az előadás során kétszer-háromszor. És felmerül a kérdés, hogy vajon a Kárpát-medencei asszony, nem szándékosan nem mondtam boldog asszony, az asszony a régebbi, vagy Mezopotámiában mondjuk Bahu istennő, vagy Ninhurság, vagy lehet sokféleképpen hívták a főistent, ugye Ninhurság volt a legősibb. Nin az néni, a kúr vagy szándékosan nem mondok kurt, meddig azt kellett volna mondanom, mert a kúr az hegyet jelent, és a szág a kiemelkedő hegyek, nagy hegyek asszonya, istennője, ezt jelenti a Ninhurság. Erre ez utal arra, hogy Mezopotámiába a népesség az a hegyek közül jött, méghozzá Szúzán keresztül, Elámon keresztül Mezopotámiába, és ez a népcsoport hozta magával valaholnan Koreztájáról, az Araltó vidékéről az zikkurát építésnek nem is a szokását, hanem kénytelenek voltak zikkuratot építeni, mert ez a szkita nép magaslatokon imádta, vagy tisztelte a teremtőjét. A Kárpát-medencéből érkező nép
csoport, a Gemdetan, az szintén. És volt egy alapnépesség, amely a vízön előttről ott maradt Mezopotámiában, ezek pedig a kusiták voltak. És mindegyik kivétel nélkül az anyaistennőt tisztelte. Most lehet azon vitatkozni, hogy a, nem vitatkod, lehet, csak lehet, hanem talán kell is, meg hogy érdemes-e, azt nem tudom, hogy a Kárpát-medencei asszony, mert nem boldogasszony, boldogasszony az csak egy durván ezer éves elnevezés, az asszony a régebbi, avagy Mezopotámiában az anyaistennő, akit ugye a görög-római mitológiában Magna Maternak hívtak. Hát fel, az ember innen a 20-20. Század, nem tudom, 21. századból úgy véli, hogy a mezopotámiai régebbi. Kérem szépen, nem. Ha megnézzük, most látszik a kurzor? Ha megnézzük a Kárpát-medencének az úgy térképét, amit úgy felrajzoltak az ásatások alapján, ez az úgynevezett Pannon-tó. Ennek volt egy előzménye, a Pannon-tenger. Ugye ez kicsit nagyobb volt. Most a Pannon-tónak a peremvidékén, tehát itt a peremvidékén, a szárazulatain, amelyeket mostanában is ugye nagy előszeretettel ásnak, például Pécs mecsek környékén, akkor itt Budapest mellett ez a Samunak a szülőföldje, akkor lent a délvidéken, mindenütt megvan nem a boldogasszony, mondom, hogy rossz beidegződés, az Isten anyának a kultusza. És ezt méghozzá a peremvidéken. Például most mutatok néhány képet. Ez a tatárlakai. Kérem szépen, a tatárlakán, lakai táblákon csak egyet szoktak emlegetni, a tatárlakai amulettet, ami ki van fúrva. 17-18 szobrocskát találtak, vagy torzót, azon kívül még a korongon kívül még 4 téglalap alakú táblácskákat is, amin a kecske látszik. Az a kecske, ami Úr városában olyan az aranykos az életfa előtt, így szokták emlegetni, de az igazság szerint, hogy felvilágosítottak a hallgatóim, hegyi kecske. Tehát nem kos, hanem kecske. Nem lát, nem hoztam, nem tudom mutatni. Tehát itt is az anya játszik most, igen. Akkor utána szabácson anya gyermekével, ugye ez is a délvidéken van, valamelyik szárazulaton, és Török Bálinton Budapest mellett ez a bizonyos nő alakot formázó edény, de nem is ezt akart. Akkor úgy látszik, több nincs, egyet kitöröltem. Tehát körbös körbe a Pannon-tó vidékén megvan a boldogasszony. Na most a boldogasszony, amíg az asszony, az Isten anya uralkodott, vagy legalábbis matriarchátusban, anyajogú társadalomban éltek a népek, nem volt háború. És ezt a tatárlakával foglalkozó monográfiák, meg tanulmányok mind-mind kiemelik, hogy a tatárlakai tábláknak az idejében, Krisztus előtt, hát lehet 6000 táján, az időpontok nem stimmelnek, mert attól ahány tudós annyiféleképpen mondja, 6700, 6000, meg a kis kevéssé, tehát a rosszabbik fajták, azok mindig közelebb hozzák a mai korunkhoz, és ez, megvan ez a tendencia a Samunál is, mikor a Samut, ugye a vértesszőlősi embernek, vagy előembernek a leleteit, vagy koponyacsontját megtalálták, 420 ezer éves volt. Most 30 ezer éves. Ahogy közeledünk a mai kor felé, szegényként mindig fiatalabb lesz. Pedig angol tudósok állapították meg a 420 ezer évet. És az is igaz, hogy úgy tűnik, hogy a Kárpát-medencében történt a kiáramlás, vagyis a műveltségnek a bölcsője, az európai műveltség, sőt, talán még a mezopotámia is, máshol is voltak műveltségteremtő gócok, de a legjelentősebb számunkra, és ezt Maria Gimbutas írta le, a Kárpát-medence. Tehát ezeken a szárazulatokon, tehát belakták, mutatom is, és itt Maria Gimbutasnak a térképe alapján, 7000-6700, ő nem ment tovább, tehát itt Kukutyeni volt a legidősebb, és onnan származott ki, nagyjából itt van tatárlaka, és onnan származtak kifelé, 5800 az Alpokba, délre, és
ment a két a terjeszkedés, a, ez ugye a fekete Égei-tenger szigetvilágán keresztül ment Mezopotámiába. És a Kárpát-medencei, jobban mondva az erdélyi műveltség, a tatárlakai, amulettek korából, kora az 1400-1300 évvel korábbi, mint a mezopotámiai, a sumiroknak a műveltsége. Tehát eleinte azt mondták, hogy onnan került ide, most már megegyeznek abban, hogy szkítafajú népek találták ki, és az mint az írást is, és a szkítafajú népek vitték Mezopotámiába. Bár meg kell azt is mondani, hogy Elámban is volt már korai írás, még előbb, mint Sumerban, de azok pedig az Araltó vidékéről származtak oda, és ők voltak a szkítáknak az elődei. Na, de megyek tovább, mert itt mindent elmesélek. És az, hogy a Magna Matert hogy hívták, hát ugye azt mondtam, hogy nagyanyának hívták, magyar nyelvterületen hívták volt asszonynak. És ezen már túl vagyunk, és akkor, amikor megjelentek, tehát nem kellett Erdélyben, tehát a tatárlakai amulat nép, tatárlakai táblák népének, nem kellett ember ellen védekeznie. Eszükbe nem jutott, anyajogi társadalomban éltek, hogy a másik település, vagy a másik népcsoport, vagy nem is népcsoport, hanem hasonló nép, amit mondjuk 50-100 kilométerre arrébb volt, hogy megtámadtak volna őket. Kérem szépen, az ember ellen való harc a sémiták és az indo-európaiaknak a megjelenésével kezdődött. És ezt azért nincs a műveltség, az a Duna mellett van, délvidéken, tehát régen Magyarországnak a határvidéke volt, de most már nincsának mondják. Tehát nem a magyar oldal felőli részen, hanem a másik oldalon, de végül is hát lehet ezen vitatkozni. Én egyszer föltártam, és illetve foglalkoztam vele, és bizony keményen Magyarországhoz tartozott. És itt látszik egy nyilas alak, a másik látszik, védekezik bottal, és itt össze-vissza törnek, zúznak mindent. Ez már az ember ellen való harc. Hogy kik harcolnak egymással, azt nem lehet tudni, mert írásos emlékük nincs. És hát és hogy az istennőt hogyan nevezték, azt sajnos nem lehet tudni. Most anyaistennők szobrát találták meg a sváb Alpokban, ezt utána a Don mellett, tehát ott, ahol a Pannon-tó, illetve a Pannon-tengernek a peremvidéke volt körös körül, és ezt pedig biztos ismerik, ugye Bécsben van, és ugye mondanom se kell, hogy más. Willendorfi Vénusz, most már egy magyar találta meg, egy magyar kutató, sajnos nem emlékszem a nevére, és osztráknak mondják. Úgy van kint a múzeumban, Bécsben. Na de minden esetre akkor is így hívják, hogy Willendorf. Kérem szépen, látszik, hogy az anyának, tehát a tünete, nem a tünetei, hanem hogy nagy mell, széres far, tehát az anyaságot hozta mindig előbe, nem ezek a kis agyon lefogyott kis nőszemélyek, bocsánat, nem mintha sok kifogásom lenne ellene, de hát ez ők biztos tudtak aztán szülni. Tehát hogyan a Biblia írja, ugye a Bibliát azt szokták mondani, hogy vessük el, mert részben hamisítás, részben ilyen, tehát valóban Krisztus előtt 300-ban, tehát amit mi Krisztus születésének tartunk, egy Esdrás nevű hát zsidó, nem írástudó, kezdte összeszerkeszteni Nabukodonozor nem palotájában, hanem agyaktábla könyvtáraiban, levéltáraiban, kezdte összeszerkeszteni a Bibliát, az Ószövetséget. És az Ószövetséget hát bizony Krisztus után 300-400-ig írták, tehát több száz évig, nem egyszerre. És ugye azt mondták, hogy ezt vessük el, mert ez hamisítvás. Kérem szépen, a mag nem. Tehát nagyon jól oda kell figyelni, mert a Bibliában nagyon sok valós elem van, amit össze lehet kapcsolni Mezopotámiával. Csak egyet hadd mondjak, ugyanez nem az istennővel foglalkozik, első Szargon, Akkád király volt, az Eufráteszen kiszurkozott kosárkában úszkált, amíg ki nem húzta a királynak a pohárnoka, kertésze. Mire hasonlít?
Na, ő rá bizony. Hát ilyen történeteket vettek át, és rendkívül érdekes olvasmány az Anya Istenről is. Persze ott mindenütt a Bibliában is, mindenhol már a férfiak kerülnek előtérbe. Hát azért ilyen harcias a világ minden, mint máig. És azt, hogy a Kárpát-medencében valószínűleg hogy hívták, valószínűsíthető, hogy hogy hívták a Magna Matert, tehát az asszonyt, többféle lehetett, pártusok hívták Anahitának. És itt van a Somogyi tanító tábla, magyar, tanítja a rovásírásos, nem az ékírást, a rovásírásos ABC-t. Itt az M magánhang, nem mással hangzónak, az egyes magánhangzóval való szótag képzése. Itt az összes mással hangzó példaszavakkal együtt, tehát ragyogóan lehet megtanulni belőle a rovásírást. És van egy ilyen könyvem, hogy a Somogyi rovásírásos kövek, ez a címe, sajnos már elfogyott. Akkor itt van tehát hogy mondják, ilyen tanszövegek. A szkíta isteneknek a neve Anahita. Ide is húztam zölddel, hogy 1576, itt van a dátum, helyi értékekkel, és 1576. A kecskeméti kalendáriumot használtam fel ennek a megfejtésére, mert az ott abban benne van, hogy a világ keletkezésétől elfolyt esztendő, és így jött ki az 1576-os hatos év, és akkor egy csomó minden tanmese, isteneknek a neve, és így tovább. Tehát minden bizonnyal Anahitának hívták a régi magyarok, az istennőjüket, és Gellért püspök volt az, aki észrevette, 10. század, 11. század, hogy a magyarok rendkívüli módon tisztelnek egy nőalakot, akit csak hívnak volt asszonynak, érdi kódex. És akkor Gellért püspök, ugye, megyek tovább, ja, itt még valamit elfelejtettem mondani, ez egy pártus tábla, itt van az Anahita istennő, mert a pártusoknál is a Magna Mater Anahita volt, és itt pedig egy pártus tipikus öltözékben. Most felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon sokszor az interneten megjelennek különféle képek, szobrokról, és így tovább, és kapásból az asszírokat pártusnak hívják, az asszírokat hívják sumírnak, esze ágában nincs olyan nagy szakálú, ronda, na, férfiak vagyunk, mit mondjak. Meg kell különböztetni, hogy melyik az öltözékéről lehet, a hajviseletéről lehet, és egyáltalán az ember egy idő után hozzászokik. És tehát hívták asszonynak, de hogy hogyan a kereszténység már a megalakulásától fogva mindent felhasznált annak érdekében, hogy a népeknek, tehát nem csak a magyarságnak, de most mivel a magyarokról van szó, a régi poroszoknál is voltak különféle istennevek, tehát felhasznált arra, hogy a népeknek a régi istenneveit megtöltsék keresztény tartalommal, és gyakorlatilag átformálják, átalakítsák, és így járt a Kárpát-medencei magyarság, akkor még nem magyarság volt, a Kárpát-medencei népcsoport, az elődeink, Istenanyja így járt, és megtöltötték szó szerint Máriát, Szűz Máriát húzták rá. És így lehetett a régi magyar naptárban, a 17. századin, kecskeméti kalendárium volt a kezemben is, a szerint dolgoztam. Tehát ha napok egyel kettővel nem stimmelnek, az annak tudható be, hogy én nem a mai naptárok szerint hasonlítottam össze a két istennőt, Bau istennőt és a magyaroknak az istenanyját, az asszonyt, hanem a kecskeméti kalendárium alapján. Tehát ezt előre megmondom, akkor kellett volna, de most jutott eszembe. Hát hogy s mint alakult ki az, hogy a kereszténység úgy rá tudta tenni a kezét a régi istenasszony ünnepekre és nevekre. Tehát Augustus császárnak felkínálta a szenátus, hogy istenné nyilvánítják, és istenként fogják tisztelni. Most Augustus megkérdezte a Tiburi Szibillát, ugye a Szibilla az jósnő, Krisztus előtt 63-ban van viszonylag közel a mi korunkhoz, és a jósnő három napi koplalás után kijelentette, hogy izzad a föld, és létrehozza az igazságosságnak az urát.
és egészen pontosan olvasom, világos jelek mutatják, hogy megtörténik az igazságosság, nem sokára izzadni fog a föld, és leszáll az égből a századok királya. És ez pedig ugye Jézus Krisztusra vonatkozott. A császár törte a fejét a jóslaton, és a Mirabalia pillanat, Urbis Rome nevű című könyvben, tehát zarándok könyv volt, azt így ábrázolták, hogy fönt megjelent az égen az úgynevezett napba öltözött asszony. Körülötte a nap, a lába alatt, ugye itt nem látszik, de majd a későbbi templomi szobrokon látszik, például a Csíksomlyóin is, és a koronája pedig 12 csillagból álló korona. Tehát fényözönben leszállt az égből egy asszony, egy nő alak, kezében egy gyermekkel, és az a szózat hallatszott, már a gyermekre vonatkozóan, Isten egyszülött fi, ez Isten egyszülött fiának az oltára. És mit csinált a császár? Azon a helyen megalakította az Áracőli Isten, az ég oltára nevű, hát nem kolostort, hanem hát templomot végül is, nem tudom másképp, bazilikát. És ez a 13. században. Na erre föl mi történt? A világban nagyban elterjedt az, hogy Mária nap körül jelent meg Augustus császárnak, míg a debreceni kódexben, ugye az jóval későbbi, debreceni 15. század, debreceni kódexben is benne van ez a történet. Az oldalszámot nem írtam föl, látom, hogy jegyzetel, tehát nem írtam föl, de tény az, hogy megjelent is szó szerint az, hogy nagy jel tűnik fel az égen, kinek öltözete vala a nap, lába alatt a hold, és fején a 12 csillagból álló korona. Hát ez futótűzként terjedt el a keresztény világban, és ugye Gellér püspök ugye már jóval előtte észrevette ugye ezt, hogy a magyarok tisztelnek egy nőalakot, és Gellér püspöknek a javaslata vagy intése akkoron kele fel, tehát amikor Jémna pillanat István királynak ugye javasolta, hogy az nőalakot, a magyarok mélyen tisztelt nagyasszonyát hívják Máriának, és szó szerint a Mária ünneppel lefette a magyaroknak az ünnepét. És szó szerint idézem Gellért püspöknek a Szent Gellért élete című élete, Tormai Cecilnek a fordításában, tanácsának intéséből akkoron kele fel, hogy a Szűz Máriát Magyarországban boldogasszonynak, avagy ez világnak nagyasszonyának hívnák, Szent István király lesz a szegény országot boldogasszony országának nevezé. Hát ugye a boldogasszonynak ajánlotta fel Magyarországot a halál. Ott egy kicsit zavaros, tehát ott tisztázni kell, hogy ki mit kinek, de ez nem az én, most nem erről szól az előadás, mert egészen biztos, hogy nem úgy van, ahogy a papok nekünk tálalták. Tehát ez fix. És tehát Gellért püspök után, tehát ezután, amikor ezt ugye kijelentette, akkor a kárpát-medencei papok, vagyis a magyarországi, magyar földi papok, nem volt akkor még, vagy akkor kezdődött a Magyarországnak nevezték. Hogy nevezték? Miért nevezték Magyarországnak? Tessék mondani, tudják-e? Kuma vidékén volt egy magyar, ki tudja, hogyan eltették, egy magyar nevű település, város. És ők is a magyarsággal, ugye a honvisszafoglalás idején csatlakoztak, de volt olyan, amelyik még a hunokhoz is csatlakozott, és ez a népcsoport, magyar népcsoport, vagyis ez a szkitafajú népcsoport, ha szabad így mondani, jobban mondva elődünk, tértek rá legelébb a kereszténységre, és tiszteletből hívták az egész országot, mert amit előtte Pannóniának hívtak, nagy Pannón a lőncsinos kert paradicsomunk, ugye így mondja az andráskori ima, és ennek alapján nevezték el Magyarországnak. De más előzménye is volt, csak a Magyarország az a Kuma vidéki magyar városnak a város lakói neve alapján. Erre már volt példám, mert a perzsák, tehát a szasszanida, nem a szasszanidák, rosszul mondom, az akhajmenida perzsák, az óperzsák, úgy szintén ilyen, vagy a perzsák csatlakoztak Kűroszhoz, és ezért Perzsiának nevezte az országot, amit megalapított Kűrosz. Úgy szintén a pártusok, hat pártus volt,
Akhajmenida perzsa származású volt nagy arszak, és mivel a pártusok támogatták, ezért pártjának nevezte azt az országot, aminek a megalapításához, megalapítása a nevéhez fűződik. Tehát ezeket tisztázni kell, tiszteletből, kegyeletből nevezték el, mert ugye arszaknak egyáltalán nem volt Akhajmenida perzsa volt származásilag, és mégis ő lett a pártusok legnagyobb királya. Tehát ezeket azért nem árt tudni. Tisztelték azt, akik támogatták, akik segítették, nem pedig manapság, hogy aki segít, aztán azt utána hátba szúrom, mert mostanában sajnos ez a divat. És így aztán térjünk vissza Szent Gellértre, vagy Gellért püspökre, jaj, van ám róla képem is. Itt van a csíksomlyói Madonna, a csodatevő szűz, a Babba Mária. A Babba Máriát vissza lehet vezetni egy bárbárból. Bár az fényes, és bárbár kettőzve, és így kiesett az R-hang, és így lett Babba, tehát megmaradt a magyarságnál. Tehát itt is ugye körülötte a nap, és fölötte a 12, ha tudnám, jaj, elnézést, hogy itt jajgatok közben. Itt a 12 csillagból áll a korona, a lába alatt a föld, és Fraknó oltárképen, Forchenstein, vagy ahogy így hívják, Ausztriában van, az Eszterházi birtokon, ott is az oltárképen, vagy az szobor, a napba öltözött asszony. Tehát ugyanaz, csak a koronája más, de ha megszámoljuk, lehet, hogy itt is 12, annak ellenére, hogy nem látszik jól. Tehát a napba öltözött asszony az bizony meg Magyarország szerte megvolt, nem csak itt, másutt is. És hogyan lett a magyar istenasszonyából boldogasszony, ezt már mondtam, Szent Gellért javaslatára összeprédikálták a boldogot az asszonnyal. Miért? Hát a úgynevezett pogányistennőt, az asszonyt mégse lehetett szenté varázsolni, mert azért mégiscsak pogány volt, és akit az egyház nem akart szenté tenni, azt boldoggá tette. Na most Gellért püspöknek igazán hálásak lehetünk, mert egy csodálatos elnevezéssel ajándékozta meg a magyarságot. Mert ennél szebben kifejezni a magyarok istenasszonyát, bele is borzongtam, hogy boldog asszony, kérem szépen, nem is lehet. Tehát tényleg nem lehet. Nyilván, hogy Gellért nem ilyen szándokkal próbálta ezt megcsinálni, de végül is ez lett belőle, és a papság hiába prédikálta össze, a magyar nép tudatában, tehát hagyományaiban élesen megkülönböztethető a boldog asszony, az ősvallásnak az asszonya, az Isten asszonya, és Szűz Mária. Tehát a kettő elválik. Hiába próbálkozta, nem sikerült. És remélem manapság is sok minden nem sikerül, hanem is a boldog asszony vonatkozásában. És itt van Gellért püspök és az ősz öregnek ábrázolt István király. Szándékosan nem írtam szentet, de attól még ő az. És Bécs, vagyis a Szentföldre menet jövet, ugye István király vendégül látta, és megkérte, hogy legyen a fiának Imrének a nevelője. Tehát az, hogy Imre ilyen lett, és nem harciasabb, legalábbis a papság szemében, mert szerintem őt uralkodónak nevelték, és egyáltalán nem lehetett olyan nyámnyila, mint ahogy a papok itt nekünk mondják. És tény az, hogy Gellértet püspökké szentelték, és az Anjou legendáriumban is, hogy tanácsának intéséből, ezt már elmondtam, akkoron kele fel, hogy a Szűz Máriát, Szűz Máriát az Magyarországnak, boldogasszonynak hívnák, és így aztán így lett a boldogasszony, de még sok minden érdekes lett. Meddig maradhatunk, mindegy, nem tudom. Jó, rendben. És ugye Mária, számtalan Mária kegyhely van Magyarországon, Mátra Verebély, akkor Mária Gyűd, Pócsi Mária, ha jól emlékszem, most valami, nem tudom, 30-at is sikerült összeszedni, de most 2-3, ez is elég. Ezek viszonylag újkori szobrok, de a Mária tisztelet, a boldogasszony tisztelet az mindenképpen megmaradt. Mert népünk hite szerint ki a boldogasszony? Ugye most az asszonyról már váltottunk boldogasszonyjá, és most így is nevezem majdnem végig. Az élet adója, védője, a termékenység, az aratás, a magzat, a gyermekágyas asszonyok, az állatok szaporodásának, a növények szaporításának,
óvó, védő Istenasszony, még a köpönyeges Madonna is benne van, aki ugye azért köpönyeges, mert alatta vannak az emberek és óvja. És Mezopotámiára térjünk rá, és ugye, ahogy Bobula ide mondta, Sírburlaki városában Bahu istennőt hívták, Sírburlaki, az ugye Lagasz, háromféle neve van, Lagasz, Telló, vagy Sírburlaki. Sírburlaki az a sumír neve az égjelekből. Az ég földre vetülésének a területe, vagy edénye, ugye egy edény volt, az volt az eredeti, tehát így hívták magát ezt a Tellót, vagy a városnak a környékét. Az amerikaiak most szétbombázták, vagy az első, vagy a második. Na. Sírburlaki. Bur. Sír az fény, a bur az edény, ugye a területet, az edény az micsoda? Hogy valamit körbeúl, tehát lehet nyugodtan területnek fordítani. A la az bőséges, tehát a bőséges fény földre vetülésének a területe. És a ki az pedig a föld, a magyar kies szavunk is benne van. Akkor... Na, most aztán köszönöm, de megszavad. Tehát Sírburlaki, Bahu istennőn és a magyar boldogasszony között rendkívül nagy a hasonlatosság, akkor ezt így mondom. Addig, amíg Sumer létezett, tehát most kérem szépen, nem volt Sumer világbirodalom, a vízözön előtt lehetett, ez ki is jelenti minden tudós 19. századi, Sumer az soha nem volt birodalom. A nagy birodalmat azt majd a sémiták csinálják. Az akkádok ugye az nem volt nagyobb, mint Dunántúl, de aztán majdnem fölmentek a Fekete-tengerig, nem a Fekete-tengerig, a Földközi-tengerig, a Felső-tengerig, meg az Alsó-tengerig, a Perzsa-öbölig, de csak időleges volt. A nagy sémita birodalmakat a babiloniak és az asszírok csinálják majd. Sumerban vízözön után vagyunk, városállamok alakultak ki a szárazulatokon. Ugye 5 városállam volt, város átérte, túlélte a vízözön, és a szárazulatokon jöttek létre, vagy fejlődtek tovább, nem létrejöttek, fejlődtek tovább a települések, és a vízözön előtti, az olyan egyes helyeken 3,5 méter, másfél méter, mikor, hogy lerakódás volt, tehát vízrakta lerakódás, és ezeken a helyeken pedig a folyamatos volt a műveltség. Honnan tudják? Hát a kerámia edényekből. Egyszerűen nem tűntek el, tehát a vízözön előtti népességnek a tárgyi emlékei, kézzel formált kerámia az alubait domból, az szépen megmaradt a vízözön után, akkor kitalálták a korongot, a fazekasságot, és így tudták idő, tehát egymás utániságot beosztani, vagy legalábbis meghatározni. Nem lehet nagyon exakt módon a perzsáktól lehet csak meghatározni az időrendet, melyik uralkodó volt a másik után, így sorba egymás után, és akkor közlik azt, hogy mit tudom én, az Eufrátesz gátjának a megépítésétől számított esztendő. És akkor az ember törheti a fejét, hogy vajon az Eufrátesz mellett, mondjuk Babilonnál, milyen gátat csináltak, és akkor próbálja így ráhúzni az időt. De a perzsák óta van exakt határozott az idő. Nem én mondom, Maria Gimbutas és egy számomra kimondhatatlan nevű angol tudós, úgy van leírva, írd és mond, Cilde, Csilde vagy Child, köszönöm. Annyiszor mondták, de sose tudom megjegyezni. Tehát, és ő mondta, és ő volt az, aki... Mert nem lehet hozzájutni ehhez a könyvhöz, németül is és angolul is jelent meg, egyébként ausztrál kommunista volt, Londonban működött, de kiváló, és még 49-ben a könyveit azt meg is jelentették, néhányat magyarul. De leírta egy könyvben, hogy a Duna menti műveltség, az volt a műveltségnek az eleje, vagy legalábbis Európában. Meg lehet kapni németül, angolul, horribilis áron, és állítólag valamilyen nyelven, talán az interneten is megvan. Nem tudom angolul mondani, tehát Dunamenti műveltség, ez a címe a könyvnek, és Gordon, ugye ez a keresztneve, Cilde, ugye Csilde így van leírva, a másik pedig egy litván származású angol, nem angol, litván származású Amerikában élő régésznő, leszokták söpörni az asztalról, mert ő is a Duna medencét, a Kárpát medencét emeli ki, mint
műveltségteremtő népnek. Na, engem ezért megnyúznak egyesek, de akkor is így van, Maria Gimbutas volt. És nem is, most már alig-alig jegyzik ki, néhány ragyogó könyvet írt. Térképét az előbb mutattam. Na most a Mezopotámiában pedig ugye megvolt az anyahitű társadalmak voltak először, és amik ugye a sémita hatásra előtérbe kerültek a férfiak, és ezek a férfi istenségek. És kérem, nem arra jelenti, hogy nem voltak, csak magasabban szinten álltak a nők, tehát a női istenségek. És a sémiták megjelenésével az anyaistennőket szépen lecsúsztatták feleségnek. Tehát a sémita istenek felesége lett, így lett Enlilla, Enlil felesége, addig, amíg éppen tiszteletben tartották, és így tovább. Tehát mindenkinek volt egy felesége, és ugye nem a, hanem azok csak ugye a háttérből, ha tudtak valamit, de általában nem tudtak semmit. És ezek az anyaistennők a városállamokban, tehát sémita hódításról van már szó, ugye belopakodtak, átvették a hatalmat, úgy tette, nélkülözhetetlenné tették magukat, lásd 19. század vége, de ez még sokkal korábban volt, és a végén észrevették a sumirok, hogy a saját hazájukban szolgák lettek. Ismerős, ugye? A recept az évezredek óta ugyanaz. Én megmondom őszintén, azon töprengek, hogy nagyon sok okos ember irányította már Magyarországot az elmúlt 1000 évben, meg még korábban is a vezérek korában. Nem jöttek erre rá? Ez csak költői kérdés volt. És ha rájöttek, és tudtak ellene tenni, nem akartak, vagy nem mertek. Valószínűleg nem mertek. Na, ez csak privát vélemény, nagyon-nagyon zárójelbe. De évezredek óta ugyanez a séma. Jaj, csak egy kis kenyeret, egy kis fészerben, egy kis szalmányi helyet. Jaj, lövöldöznek, akkor most mentsetek meg minket. És a végén azt veszi észre, hogy szolgák lettek a saját hazájukban. Ugye értik, amit mondok, jó? Nézzék meg a Ferihegyi repülőteret. Most. És védekezni, ugye a magyar, és a szkíta általában jó szívű, az elesetteket sajnálja, ugye a könyvzacskóra hatnak ezek a történetek is, meg maga a propaganda, hogy előadják, és ez volt ezelőtt 1000 évvel, ezelőtt 2000 évvel is, Mezopotámiában, szintén ugyanúgy. De akkor még térjünk vissza az istennőkre, és ugye itt van egy 15. 16. századból való miseruha, ugye itt is a boldogasszony, csak néhány képet hoztam, és Kálmány Lajos, a boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Kálmány Lajos Szeged környékén volt katolikus pap, és ott gyűjtötte a Szeged környéki népnek a boldogasszony hagyományait. És ő volt az, aki ezt az előbb már fölolvastam, és mondtam, hogy még egy párszor elmondom, az életadója, védője, a bőség, a termékenység, az aratása, ugyanezt mondtam el, szaporodásának, egészségének gondviselője. És boldogasszony ősvallásunk istenasszonya, fönt van az interneten, olvassák el, csodálatos olvasmány. És ő beszél a boldogasszony 7 leányáról, akik ugyancsak megjelennek Sumerban, Bau istennőnek a 7 leánya. És akkor megyünk tovább, és most a Magna Mater, tehát az Istenanya Mezopotámiában. És azt kell még mondanom, az előbb elfelejtettem, hogy a főistennőt azt Inannának szokták volt hívni, és sajnos azonosítják Istárral, pedig hát inkább úgy mondom, hogy ráhúzták a Inanna alakjára Istárt, mert Inanna nem volt harcias, Istár meg harcias. Most megjelenik az interneten egy olyan kép, felirat nincs, tehát nem lehet tudni, hogy kitábrázol, egy bezítelen nő alak, ilyen karmokkal, ilyen ördögkarmokkal, mellette a bagoly, kígyó, meg tehát minden olyan, ami az alvilágra vonatkozik, és kérem szépen arra mondják, hogy a boldogasszony, vagy Inanna. De nincs írás, hát ha nincs írás, akkor lehet Pityi Palkó is, már elnézést kérek, valószínűleg Istár, tehát minden bizonnyal, de nem a sumiroknak a nagyasszonya. Mostanában lehet, és vitatkoznak is sokszor velem, és akkor már legyintek, hogy már nem is érdemes szólni, mert ha nincs írás, akkor nem tudom, hogy ki volt.
nem okvetlenül kell tudnom. És akkor itt van a Magna Mater, egy csomó város, és itt van, pillanat, a legősibbek, Eridu úr, akkor Eridu úr, Larsa, ezek maradtak, Bátibira, ezek maradtak, és Suruppak, pillanat, nem kis, pillanat, még akarom mondani, Suruppak, Szippár, ezek maradtak meg, ezek élték tovább, túl a vízözön, tehát ezt akartam belőle mondani, ez sokkal nagyobb. És itt van Lagas, ez a Sírburlaki, a Szatelhaj csatorna mentén. Ugye mondanom se kell, hogy a Magyarországon is csatornázás volt, és azt kellett volna mondanom, de nem mondtam, hogy a Kárpát-medencének, amikor még a Pannon-tó létezett, két lefolyása van, a Duna és az Olt, tehát ezek folyatták le a Kárpát-medencébe, és ugyan írásos emlék nincs, de az, ha az ott levő, a Vaskapu környékén levő ásatásokat megnézi, úgy tűnik, hogy ez mesterséges. Bizony. És erről szeretnék majd írni egy cikket, nem is cikket, valami, hát olyan 8-10 oldalt, a magyarországi csatornákról, milyen árok van, csőrszárok, meg 7 csatorna van, még Bécstől is megy lefelé. Tehát nem az avarok építették, ilyen, hogy mondják, hogy megállítsák az ellenséget, mert délről nem is jött ellenség, keletről szintén nem. Ha ellenség jött, akkor nyugatról jött. Hanem ezek levezető árkok voltak, és az egyik az a Duna volt, Vaskapun áll, ott át kellett törni, a másik pedig az Olt, és ott meg visszamenjek, megmutassam a térképen, vagy nem? Megmutatom, akkor megpróbálom, hogy hol ment át a Duna. Tehát itt van a Duna, tessék látni, a Pannon-tó, elvileg nincs, látszik a kurzorom, ugye nincs kifolyása, és megnéztem a térképen, valahogy így jön a Duna, így. Tehát ez lesz az, ami áttöri. Az Olt, az pedig itt töri át a Kárpát-medencét. Nincs sehol, ez ugye a Kárpátoknak a déli oldalán van, itt ez valószínűleg a Kőrösök, nem tudom, Szamos lesz. Maros, köszönöm szépen. És ez sem, ez is a Pannon-tóba. Tehát erre tessenek figyelni, hogy az akkor ott élt népek, tehát azok, akikről azt mondta Kranz is, hogy a Kárpát-medencéből terjedt el a műveltség is, meg még sok minden más Európába is szanaszét, ugye még a Samu is erre felé jött, vagy nem a Samu, hanem a Samunak az elődei. Ezek gyönyörű szépen belakták a Kárpát-medencét, és élhetővé tették, tehát magyarán mondva levezették az itt maradt, a Pannon-tenger után itt maradt szárazulatokat belakták. Elnézést, a Pannon-tó az, hogy időben mikor lehetett? Jó kérdés. Mikor lehetett vége mondjuk, mert már ugye nincsen. Na most 450, most menjünk a nagy számok alapján, jó? 450 ezer évesre, 420, bocsánat, 420 ezer évesre datálta egy angol, már nem tudom sajnos a nevét, aki a Samut, mikor felfedezték, idejött Magyarországra, és az azt jelenti, hogy akkor még a Pannon-tenger meglehetett, mert az a Samu a szárazulaton élt, tehát és az utána, 3-400 ezer éve biztos. Nézzék meg, az interneten fönt van, én nem jegyeztem meg, és ha számok vannak, akkor nekem jön a fekete függöny. Jó, fönt van az interneten, hogy a Pannon-tenger, Pannon-tó, és ez itt a Pannon-tó, és a Pannon-tenger az egészen a Donig húzódott, volt egy olyan térkép is. Tessék nézni, a kukutyeni műveltség az nagyjából a Don vidékén van. És innen, Erdélyből ki, ide is írtam, a német alapján, Erdélyből kiinduló műveltség. És ezt Grover, ha jól tud, angolul van, de megint nem tudom mondani, hogy kell, egy Grover Kranz nevű régész, hát nem régész volt, hanem antropológus, meg sok minden. Imre Kálmán fordította a könyvét, és a legelső kiadásban az van benne, hogy a Kárpát-medencéből, utána már meglátogatták, és utána már azt mondja, hogy visszaáramlás volt. Tehát hogy most érjenek ebből, visszaáramlás. Tehát első kiadásban a Kárpát-medencéből volt a kiáramlás, rászóltak, megkeresték, hogy azért mégse írjon olyat, ami a Magyar Tudományos Akadémia, Amerikában egyébként, hogy a Magyar Tudományos Akadémia álláspontjával ellenkező, és akkor ugrott egy pár évet, évszázadot, évezredet, és akkor már visszaáramlás volt.
Hát itt is ugye a Mezopotámiában a Magna Mater, az is ilyen nagy farú, nagy mellű a szaporodásnak, vagyis a szülést szimbolizálja, hogy minél több gyereket hozzon a világra. Egyébként, ha jól emlékszem, ez is szúzai. És Bobula Ida mondja, hogy a legnagyobb hasonja is az anyaistennő, amikor a sémiták ugye, uralták Mezopotámiát, akkor már az anyaistennő kultusz úgy kezdett lecsengeni. Dél-Mezopotámiában, tehát ami megmaradt Sírburlaki, tehát Lagasz környéke, ott még megvolt. És a többi helyen pedig, mondtam, az anyaistennő, az lement a férfi istenségeknek a feleségükké, leányaikká, és így tovább. És gyakorlatilag először nem merték, ugye nagyon, ahogy mondják, lenyomni, féltek a mellőzött isten vagy istennőnek a haragjától, hanem egy-két fokkal lejjebb. Így járt szegény Enlil is. Enlil volt a, itt is nagyon sokan vitatkoztak velem, mert Enlil volt a sumiroknak a úgynevezett főistene a mai fogalmaink szerint, aki nem ábrázoltak, a sumírkorban nem ábrázolták, a sémita korban, tehát az asszírok, babiloniak ábrázolták, a saját főistenüket tették a lapkoromba. Enlilt nem ábrázolták. Miért? Mert mindenhol ott volt, asztalban, székben, bennem, lelkemben, az egész világon. Ő volt a teremtő, a láthatatlan Isten. És nem, tehát nem, egyszerűen nem kellett ábrázolni. És a magyarság, a sumír is, és a sumír nép is igazság szerint a teremtőt imádta, jól mondom, imádta, és a teremtőnek a különféle természeti tüneményeiben való megnyilvánulásait tisztelte. Tehát nem igaz, hogy a magyaroknak több istenük volt, félték a villámot, félték a szelet, de nem imádták. Mondjuk a teremtő után a legmagasabb, vagy legjobban a napot tisztelték a leginkább, mert ugye az volt a aminek a hatása alapján ugye az élet azért a melegtől, meg mindentől megindult, egy kis ilyen méhecskeszerű valamik jöttek, amelyek megtermékenyítették a földet, meg a ilyen virágot hoztak. És Bobula Ida, és még valamit, és az istennők, tehát ez most sumírkor, ez az úgynevezett uruki alabástrom váza, nem arany alabástromból van, és itt vannak a kis kecses istennők, nézzék meg, írásjel is, szemét jelent vagy orcát, mindenhol, ahol óvni, védeni kell. Ezek a boldog asszony, a magyar boldog asszonynak a sumír megfelelői, írásjelként is ehhez hasonló, ezt nádból csinálták. És az, hogy a Sumir Bau, ugye védistennője lett Sírburlakinak, de akkor még magasabb szinten volt, mint Ningirsu, aki a védisten volt. Így is hívják Ningirsut, ő volt a Sírburlakinak a védistene. Nin az asszony, a Gír az úrnő, vagy nem is asszony, hanem úrnő, bölcs, bajnoka. Oldalakat, 100 métereket tölt ki a külföldi könyvtárakban az, hogy egy harcias istent, vajon miért neveznek egy nőnek a jelével? Hát azért, mert jelöletlen birtokviszony. Ugyanilyen volt Ninurta, az a Ninurta, a hegyek, nem a Nin, az istennőnek az, a, nem minden mondom fordítva, a Nin az istennő, a nagy hegy, az istennőnek a hegyek, az istennő hegyeinek az embere. Tehát ez azt jelentette. Az istennő van előbb, mert ő a tulajdonos, tehát ő a nagy. Ebből is látszik, hogy milyen nagy becsben tartották a sumirok az istennőiket. És Gudea volt a Sírburlakiban, illetve Lagaszban az úgynevezett művészet pártoló uralkodó. Jobban mondva az ő szobrai, ami 16 vagy 17 szobra maradt, meg ehhez hasonló szobrok. És ez a prizma, az oszlop, erre van fölírva Sírburlakinak, vagyis Gudeának a története, a Sírburlaki városnak a története, Bau istennő története. Bau istennő Eridu-ból származik, és Eridu-ból az ég leánya, Bau, itt olvasom, hogy erről a prizmáról, Ningirsu isten volt Sírburlakinak, illetve Lagasznak a védistene.
ez már egy kicsit sémít a ráhatás, Bau istennő pedig Eridu városából, Eriduból érkezik Ningirsuhoz, és egybe kelnek. Bau az ég gyermeke, a magas égből, a széles földről választatott Ningirsu jegyeséül. Az emberek és országok égben meghatározott sorsát kiosztó istennő ékesen ékesíti magát, Bau mátkájához készülődik a földre, indul Sírburlaki városába, tiszta szentélyének szent lakába, és a város védistenének, zárója, Ningirsunak a kezére hűséggel adatik. Ugye milyen gyönyörű? Hát tudtak ők írni. És ugye szerencsére le is lehetett gyönyörű szépen magyarra fordítani, mert miért ne? És így aztán a védiste és Baunak és Ningirsu nászából származott két fiú, és származott hét istennő, akiket azonosítanak a Szeged környéki boldogasszonyok, a hét kis boldogasszonnyal. De most még mutatom, ez most megint egy mezopotámiai térkép, nagyjából mai, és itt van ez a bizonyos a Sírburlaki városállam, a központi magja Lagasz, Lagasz. Tellónak is szokták hívni. És ő Bau Sírburlaki védistennője. Tehát ő az, aki Ningirsu kezére hűséggel adatott, és majd később, azért nem mondok róla többet, mert későbbiekben erre visszatérek. Bohula Idát kell egy kicsit felidézni. Nem tudom, hogy hallottak-e róla, ismerik egészen biztos, nem? Summa cum laude végzett az Eötvösön, ott van is 1900-ban született, és a római mécsesekről írt doktori disszertációját, hát ezelőtt 30 évvel még használták tankönyvként, és állítólag annyira jó. És 1946-ban, 46-47-ben a háború, de lehet, hogy 48-ban volt, erre nem emlékszem, a háború után egy főiskolai küldöttséggel kikerült Amerikába, ő vezette a küldöttséget New Yorkba. Ugye akkor még nem dőlt el, ugye Rákosi még nem, de már egy kicsit a háború után azért még ilyet lehetett, hogy külföldre menni. És tény az, hogy vezette a küldöttséget, és eljutottak a New Yorki Metropolitan Múzeumba. Bobula ide lebetonozta magát a sumir tárlók előtt, egyszerűen nem ment el, mert úgy érezte, hogy ez olyan, mintha a mi történelmünket, vagyis a mi, hogy mondják, régészeti emlékeinket mutatná be. Egyébként Londonban, a British Múzeumban is ilyen. Én háromszor voltam Londonban, és meg szégyengyalázat, de az egész múzeumból csak inkább ezt láttam. Akárhányszor mentem, mindig ott mondom, amit tanítok, azért mégiscsak meg kéne nézni már a sumír leleteket. És nem voltam hajlandó olyan sokat mászkálni a városban. Ugye tartoztak még a perzsák is. És Bobula Ida, mit ad Isten? Ott állt, nézett, nem tudott elszakadni a tárlóktól. A múzeum bezárt, a csoport elment, őt meg bezárták. Ott éjszakázott, és másnap ugye tudott kimenni, és kérem szépen, másnap ugye azt tanácsolták neki, hogy még csak véletlenül se menjen haza, mert számon kérik tőle, hogy hol volt ő egy 12, vagy mit tudom én, egy éjszaka. Mert akkor már Rákosinak a szele ugye már lengedezett Magyarországon, és hát az amerikaiak biztos jobban tudták. Tény az, hogy kimaradt. Tehát Bobula Ida volt az első, aki erre felhívta a figyelmet, a háború előtti tudósokat leszámítva, Varga Zsigmondot és a többieket, mert voltak egy páron. De és így került újra előtérbe Magyarországon egyelőre szamizdat kiadványokként, az, hogy nekünk igenis, hogy közünk van a sumirokhoz. És ez a, tehát Bobula Ida. Na most szoktak velem vitatkozni, hogy a boldogasszony Baudugasan, itt van, Baudugasan, ez az elnevezés, ez kérem szépen megvan ékiratokban, illetve vonalas jelekkel. Kérem szépen, nincs meg. Bobula Ida azt írja, hogy ezek a gyökök, mert mindegyik, most talán így jobb lesz, ezek a gyökök megvannak sumírban, bá, az új is, a dug, most a gaszant azt ide kellene írni, vagy aszan, megvan, de együtt soha nem szerepelt. És Bobula Ida lábjegyzetben odaírta, hogy mivel együtt nem szerepelt, ugye nem lehet állítani azt, hogy ez egy
olyan szószerkezet, ami az ékiratos táblákon megvolt. De lehetett volna, na most ezt a lehetett volna, a sok okos ember úgy döntött, hogy Bobula Ida megtalálta. Hát az ékjeleket ugye fölnyitotta a szótárt és szépen összerakta. A bá az ad, az u az legelőt, a bős, ez jó, tehát a jóságos asszony, legelőt adó jóságos asszony, ezt szerkesztette ő egybe, mindegyik külön-külön megtalálható, ugye ez az aszan, az az aszú. És nézzenek utána, hiába hivatkoznak rá, így együtt nem volt. Tehát boldog asszony, baudog aszan nem volt, valóban Gellért püspöknek a találmánya, igen, Gellért püspöknek, jól mondom. És ezt okvetlenül fel kellett rá hívni a figyelmet, hát legalább a néhányan, akik tudják. És akkor ezt erről már beszéltem, és kérem szépen, a boldog asszonynak volt az eljegyzése, és Bau istennőnek a násza. Most ez januárban történt. Bau istennő násza január 10-én, a boldog asszonyé, tehát ugye Mária ünnep, az pedig január 23-án. Mindegyik január. Hogy hívják magyarul a régi magyar naptárban a januárt? Boldogasszony hava, igaz? Mezopotámiában hogy hívják a januárt? Aszun hava. Ezendő Bau, tehát Bau istennőnek az ünnepe az Aszun havában. Ugyancsak januárban. Na most a 10 és a 23 között van a 13 napos ugye, a naptár módosítás, és gyakorlatilag ugye eltelt jó egy-nehány évszázad, évezred is, és a naptár módosítást, ha leszámítjuk, akkor a két nap ugyanarra a napra esett. Tehát Bau istennő násza, és a boldog asszony, ha jól emlékszem, igen, eljegyzése, tehát Bau istennőnek a hava, asszony havában. Mert régebben ugye mondtam, hogy nem boldog asszony havának hívták, az csak Gellért püspök óta van. Feltételezem, hogy asszony hava volt, mert ugye a magyarok tisztelték ezt az asszony, tehát az istennőjüket, az asszonyt. És az asszony az azt jelenti, mert megvannak a gyökei is, tehát a sumér gyökei, egyszerűen hozzá kellett rendelni, a fényességes, tiszta úrnő. Aztán van még egy, az aszu, ez is szintén már maga az ékjel, egy olyan, mint egy, nem rajzoltam sajnos ide, egy női genitália, azt, ha szétbontjuk, összetevőire, akkor az azt jelenti, hogy Isten leszáll az anyaméhbe. Tehát a fogantatásnak a misztériuma van benne az asszony szóban. Csodálatos, nem? És ezeket mi ebbe a ronda, bűnös, vagy nem is tudom milyen világunkban, fogalmunk nincs róla, és egészen másképp fogjuk fel a fogantatást, és másképp talán karácsonytájában, illetve talán a keresztények nem annyira, de én meg vagyok róla győződve azért egészen másképp, mint Mezopotámiában. És január 23-án tartják, ugye a boldog, jól mondtam, a boldogasszony eljegyzése ünnepet, és Bau istennőnek a nászát. Tehát arról már beszéltem, hogy elmegy Lagaszba, és ott ünnepelik, és a hűséggel adatik a város uralkodójának a kezére. És Bau istennő Eridu-ból érkezik, Eridu az volt az egyetlen kőből épült város Mezopotámiában, tehát Eridu-ból, köszönöm szépen, elnézést, innom kell már valamit, érkezik égi hajóján, érkezik Lagasz városába, és Ningirsu isten templomába, az Éninnuba költözik be, és ott osztja az ég, az országok és emberek égben meghatározott sorsát, tehát nem ő határozza meg, ő csak kivágja. Hol van ilyen ehhez hasonló? Hát a párkák. A római mitológiában a párkák, akik meghatározzák a sorsot. Ezek az ünnepek, ugye ez a legnagyobb, hogy a januárban, az asszony havában a január 10-e, Bau istennő ünnepe, az ezendő Bau, a másik pedig a január 23, a Szűz Mária eljegyzésének az ünnepe, hogy ez a kettő egyazonos ünnep, nem szabad hadonásznom. Egyazonos ünnep.
De a régi magyar naptárban, és mondtam, hogy a kecskeméti kalendáriumból dolgoztam, mert az jutott a kezembe, ennek ellenére van régi, még régebben is, 1500-as években. A Mária titkok vannak a magyar naptárban, és ezt most nagyon gyorsan végig próbálom. Tehát Bau Istennőnek két fia született, Dunszagga meg Alalim. A Mária, tehát a kereszténységben is van két fiú, akik nagyon közel álltak egymástól, keresztelő Szent János és Jézus Krisztus. Erről ennyit. Nagyon sokat tudnék róla még beszélni. A Mária ünnepek a kalendáriumban, itt van a legelső és a kecskeméti kalendárium. Na most mi lesz a Mária ünnepek? Hét Mária ünnepbe sűrítették bele, magyarán mondva, a fogantatástól a szülésig tartó időszakot. Ezt most végigmutatom a képeket. Szent András havában van, Szűz Mária bemutatása a templomban, Mezopotámiában, Bau Istennő és Ningirszu Isten, hát én bemutatásának satszoltam, de nincs hozzá felirat. Boldogasszony havában van Szűz Mária eljegyzése, Józsefnek a történetét a vesszővel, ugye ezt is ismerik, hogy Szent József, sok kérője volt Máriának, és Szent József kiosztott palcikákat is, amelyik kizöldült, az vehette el Máriát. És ugye az asszony haváról már beszéltünk, itt van egy ilyen óper, vagyis nem perzsa, hanem asszír kép, ez a Bau Istennő és Ningirszu nászának az ünnepe. Azért merem biztosra mondani, mert nincs több ilyen, tehát csak ez az egyetlen egy, és ugyancsak a bőtelő, ez most már ez januárban volt, ez meg februárban, a bőtelő havában a boldogasszony tisztulása. És akkor Februs ünnep, Februs római istennek az emlékére szentelték, amikor kecske bőröket vágtak fel, és azzal ütötték, verték a nőket az utcán, meg mindenhol, azért, hogy megtisztuljanak. És kérem szépen, utána, itt van az a Februs Luperkáliának mondják, nem olyan nagy baj, azért, mert rá egy hónapra a gyümölcsoltó boldogasszonykor megtörténik a fogantatás. Mindez azért volt, mind a rómaiaknál, mind a sumiroknál, vagy akár a kereszténységben, hogy a fogantatás tisztán, bűntől mentesen történjen meg. És ez az angyali üdvözletes ismeri. És az a helyzet, hogy az óhitűek naptárában egy nap különbséggel van, a kereszténységben, most a régi naptárt mondom, tehát március 25-én van, amikor megjelenik Gábriel arkangyal, és a fogantatás lehetőségét közli, az óhitűek naptárában egy nappal később a fogantatás tényét közli. Tehát óriási különbség. És itt van a nyak fönt, a hasán, már látszik talán a gyermek a fekete alakon, hogy benne van a hasában. És akkor a Sarlós boldogasszony, a vizitáció, itt is a régi képek, ez egy régi orosz, Ciprusról való kép, és ott is a 3-6 hónapos különbség van. Mária 3 hónapos, 99 napos, Erzsébet pedig már éppen a szülés előtt, és amikor Erzsébet meglátja Máriát, a magzat repes a méhében. Most állítólag ugye szállt belé a lélek. De a mai hitünk szerint 3 hónapos korába száll a lélek, és addig nem végeznek 3 hónap után mesterséges magzatelhajtást, erre hivatkoznak. Holott szerintem ez is gyilkosság, mert a magzatba leszálló léleknek a helyét pusztítják el. És akkor a léleknek kell egy új anyát keresni, vagy porhüvelyt, a jövendő porhüvelyt. És kisasszony havában ugye itt van a Szent Anna, aki Mária édesanyja, és egy veleméri freskó részleten, ő a nagy boldogasszony, és Szeged környékén, ha kérdezik, hogy ki az a nagy boldogasszony, nem Máriát mondanak, az csak a tudós keresztények, hanem az egyszerű nép azt mondja, hogy Szent Anna. És Szent Annának ugye itt van, az ölében fogja Máriát, és a kezében pedig a kis Jézus, többet nem akarok róla mondani, és ugyanez van a kisasszony havában augusztus 15-én, végülis mind a kettő ugyanaz az ünnep, az anyák és a magzatok védelmezője, Bau Istennő. Ningirszu Isten úgy is szólítja, hogy ó, babám, bába, ő a bába.
tehát Bauistenőt babámnak hívja. Babám, babamu, szó szerint. És akkor ez egy Hettita Dombormű gyermekit szoptató anya. És karácsony hovában születik meg az Isten, meg a januárban, tehát úgy értem, hogy 30-31-én az karácsony hava, és megszületik a gyermek. Ez a Jézus Krisztus igazi születésnapja. 280 napot kell a március 25-től számítani, és az pontosan január 1. Na most nem volt a naptárban Mária ünnep, a katolikusoknál egy ilyen belső naptárban, Pannonhalmán találtam meg, már nem tudom melyik régi, nem is régi nap, egy ilyen 15-20 éves naptárban a Szűz Mária Istenanya ünnepét. Tehát ezt a születést fették le a Szűz Mária Istenanya ünnepével. Miért? Mert a karácsony az a napistennek a születésnapja. És Malakiász próféta nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondják, találóan írja, és leszáll néktek, mint a sütőből az égető kemence, és elhozza az igazságot. Próbálom megtalálni, de nem biztos, hogy megtalálom szó szerint. Malakiás, az Ószövetségnek a legutolsó része ez a Malakiás prófétáról szól. És tény az, hogy megszületik a Jézus. Ugye víz keresztül ez a három királyok, ez ismert, és itt ugye mondtam, hogy Galalim, Isten küldötte, pár Bau istennő ikerfiai, itt pedig Erzsébetnek és Máriának a két egy-egy fia, úgy nőttek fel, mint a testvérek, sőt, ma keresztelő Szent Jánosról azt hitték, hogy ő a megváltó először, és akkor mondta, hogy nem, majd jön utána, benn van a Bibliában. És Galalim Isten küldötte, Jézus Krisztus, Isten fia. Párhuzam. Dunszagga, a templomi vízmedencék ura, a Duna van benne, ugye itt valószínűleg innen származik. Utána kell nézni, nem tudom pontosan, hangzásra meg a jeleket tekintve nagy valószínűleg az. És az pedig, hogy a keresztelő Szent János pedig, hogy a Jordán folyóval szintén vízzel van összefüggésben. Tehát ezek véletlenek nem lehetnek. A magyar nép emlékezete valamilyen módon megőrizte ezeket az ünnepeket, vagy hát valami ehhez hasonló. Ningiszú és Bauistennő nászából nem csak két fiú született, Dunszagga és Galalim, hanem két leány. És ezt pedig visszafelé tudom számítani, mert ugye 280 nap, amíg a 10 holt hónap, amíg kihordja egy asszony a gyermekét. És a hét fájdalmú szűzet kerestem, és kettő van. Az egyik az a virágvasárnap előtti fájdalmas péntek, amikor ugyan még nem feszítik keresztre Jézus Krisztus, de Szűz Mária megsejti, vagy valamilyen úton, módon megtudja, hogy a fia meg milyen szenvedésekkel jár majd az élete, tehát keresztre feszítés, és így tovább. És ezt szokták így ábrázolni, és a másik van egy Szent Mihály havában szeptember 15-én a boldogságos szűz hét fájdalmának ünnepe. Na azok, akik szültek, és ugye sokan vagyunk itt, a hét fájdalom, egy-egy gyerekáldás, egy-egy fájdalom. Hét fájdalom, hét gyerekáldás. És valóban Bau istennőnek és Ningiszú istennek hét leánya született, Kálmány Lajos Szeged vidékén, a boldogasszonynak hét leányát tartja számon, és mindegyik az élet adója, védője, és így tovább. Na de hogy lehet kiszámítani? Hát ugye megvan a szülés, a hét fájdalomnak az ünnepe, szeptember 15-én, nem csináltam mást, mint a kecskeméti kalendáriumban, visszaszámoltam 280 napot. És kérem szépen a szeplőtelen fogantatás. Tálcán kínálják a Mária ünnepek a régi magyar, vagyis hát az elődeinknek a régi ünnepeit. Akkor megyek tovább, ezt csak úgy betettem. És itt van Bau istennő leányai, mindegyik ott van az állatok mögött, óvja, védi a terményt, erről már az elején beszéltem, ez is a kárcsumil istenek. És akkor egy istennő vagyok még adós a szeptember 8-án a kisasszony napjában. És erre mondják azt, hogy Szűz Mária születésnapja. És Kálmány Lajos írja, és nagyon-nagyon finoman jegyzi meg, tehát szinte zárójelbe, mert ugye ő is ugye pap volt, kötötte a mundér becsülete, vagy a reverenda becsülete, hogy ez valójában termékenység istennőre vonatkozik, mert
Máriának, tehát Máriának nem volt szűzleánya, vagyis a boldogasszonynak nem volt szűzleánya. Ennek ellenére kisasszony napján, ugye 8-án ünneplik Mária születésnapját. És akkor itt van, ezt már mutattam, ja most megint visszafelé megyek, bocsánatot kérek, és Madách Imrével majdnem befejezem, de ezek az ünnepek ugye még folytatódnak a görög-római mitológiában, amikor Déméternek a lányát Perszefóné elrabolja Hádész, és a földön megáll az élet, jég van, hideg van, és az kisasszonyharnal függ ez össze, és akkor nagy könyörgésre Zeus Isten kérésére megjelen, tehát újra visszaengedi a földre, 3/4 évig az anyjával van, Perszefóné Demeterrel, 1/4 évig pedig az alvilágban, és ez a télnek az ünnepe. Maú istennőnek és a boldogasszony leányainak a párhuzama. Impae, ugye Maú istennő az első, boldog, az sarjasztó eső, azt jelenti Impae. A boldogasszonynál az élet adója, ugye esőre föl kipattan a növény. Zazaru, a benneteket óvó, itt van a köpönyeges Madonna. Boldogasszonynál védő istenasszony, védő kis boldogasszony. Hégirnunna, a rügyfakasztó. A boldogasszonynál termékenység. Hészagga, a magzatot világra hozó. Boldogasszonynál a szaporodás. Urnuntea, sarjat világra hozó ez a növény. Ott pedig, a Szeged vidékén pedig a szaporítás. Gurnu, ez a, amikor a kalászban megérik a mag és kipotyog, nem tudom azt másképp mondani. Hát. És a boldogasszonynál az aratás. Zármu, a bőséges fényt adó. Boldogasszonynál a bőség. Tehát ezek a párhuzamok szinte, ha jól megnézni az ember a fordítást, meg végignézni azt az 50-60 jelentést, biztos még közelíteni, de én egyelőre ennyit néztem meg, a 7-ből legalább 6 megegyezik. Tehát ezek nem véletlenek. Tehát így beszéljünk mi a boldogasszonyról, meg egyáltalán. Nagyon szépen köszönöm.